A vendég Balatonfüred a tavaszi szezonban már 5 mérkőzést játszott, míg a ceglédieknek ez volt egymás után a második megmérettetése a szezonban. Az első 3 vendég gólt a Balaton partiak válogatott játékosai, Topik, Bóka és Rodriguez dobták. A hazaiak részéről Vranac volt a legeredményesebb. Az 1-3-as állás után 3-5-ig felváltva estek a gólok. A Balatonfüred a 6-tól a 17. percig 7 gólt szerzett, miközben a ceglédiek egyszer sem tudták bevenni a jól védő Bőz kapuját. A 18. perc elejétől Vranactól érkezett először válasz a gólokra, 4-12-re hozva az eredményt. A folytatásban nem sikerült jelentősebben közel kerülni a sárgamezesekhez, és csak az volt a kérdés, mekkora különbséggel nyer a vendéggárda. A találkozó végeredménye 26-35 lett a Balatonfüred javára.